Hi, sziasztok! Itt vagyunk a Deák Ferenc téri metró állomáson, illetve azon belül is a kettes metrónak az állomásán tartózkodunk itt. És én ugye készítettem a mozgó lépcsőről egy kis, nagyon rövidke kis projektet igazából. Ott bemutattam ugye azt, hogy megy le és hogy jön föl. Tehát ez nem csak kijárat, hanem bejárata is ugye a kettes metrónak, illetve hogyha abban az ilyenben elnézünk, ott lehet átszállni ugye a 3-as metrókra, illetve a 3-as metróra konkrétan, ugye az a transfer. Ugye tulajdonképpen ott is át lehet szállni igazából, meg úgy is át lehet szállni, hogy itt megyünk ki a kijáraton, és itt lehet átszállni ugye az 1-es kisföld alattira. Na most én ugye a filmben ugye leírtam azt, hogy ez az állomás a kedvenc állomásom, és ez a kedvenc mozgó lépcsőm is, és Rikári barátomnak szeretném ajánlani ezt a videót, akit ugyan személyesen nem ismerek, amit nagyon sajnálok, de majd egyszer, hát természetesen bízom benne, hogy össze fogunk futni. Nagyon értékes és nagyon jó videókat készít, és nagyon összeszedettek a videói, mindig úgy nézem, hogy mennyivel jobbak, mint az enyémek, és azt most tényleg most mindenféle ilyen hülyeség nélkül mondom, meg nem iróniával mondom, hanem tényleg sokkal összeszedettebbek, mint az én videóim. Szóval komoly lexikális tudás van az anyagaiba, úgyhogy Rikári, ezt most neked veszem fel ezt az anyagot, és megpróbálom neked elmondani, hogy miért a Deák téri metróállomás, illetve azon belül is a kettes metróállomás az, ami elsősorban tetszik. Ugye azt nyilvánvalóan te is tudod, hogy, illetve ti is tudjátok, hogy mikor a kettes metró felújítása ugye elkezdődött, akkor ugye alapvetően ugye az dominált, ami sajnos most a 3-as metró felújításánál is a látványtervekből látszik, hogy igazából a funkcionalitás és a költséghatékonyság az, ami megszabja azt, hogy fog kinézni. Tehát nem az esztétika is, és nem az, hogy egyáltalán hogy fog kinézni maga a metróállomás, ugyanis sajnos a kettes metrónál elkövettek egy elég ronda bakit igazából, tehát ugye annak idején, mikor épült a kettes metró, azért sokkal, hogy is mondjam, látványgazdagabbak voltak az állomások, többfélék voltak, gyakorlatilag alig volt két egyforma, illetve nem volt két egyforma állomás, és ettől volt igazán metró hangulat a dolognak. Tehát, hogy beérkezte egy új állomásra, akkor azt ténylegesen láttad, hogy fú, ez az az állomás. Tehát meg tudtad különböztetni pusztán a kinézete alapján azt, hogy a maga metróállomás az melyik metróállomás. Tehát aki mit tudom, esetleg lemaradt a feliratról, vagy a bemondásról, vagy valami, az is meg tudta állapítani azt, hogy most a Kossuth téren, hogy az Asztórián tartózkodik. Na most ugye a felújítás során, hát ugye ami itt gyakorlatilag itt fölöttem is látható, gyakorlatilag a piros és fehér színen kívül az ég egy adta világon semmilyen másfajta színt nem használtak, semmilyen kombinációban, az ég egy adta világon semmi, és rendkívül sivár egyforma lett az összes állomás gyakorlatilag, minimális eltérések azért tapasztalhatóak, azonban a kettes metró Deák Ferenc téri állomásán, hát nem véletlenül beszélek most itt, és mindenki nézi, hogy vajon ki a fene lehetek, meg mit beszélek. Láthatjátok itt körülöttem ezeket a márvány elemeket, amik hát most vagy igazi márványból vannak, vagy valamilyen másfajta kövületből vannak, de a lényeg az, hogy nem az a ronda, fehér és piros kompozíció, hanem azért belevittek valamit, nem tudom, hogy ez betudható annak, hogy azért ez egy komoly transfer, igazából a Deák Ferenc tér, tehát hogy itt tulajdonképpen 3 metróállomás találkozik, tehát nem csak egy kimeg beszállási lehetőség van egy adott vonalra, hanem 3 metró is közlekedik, és hát itt van a közös találkozási pontja, ugye az 1-es, a 2-es és a 3-as metrónak. Ugye a 3-as meg a 4-es metró, a 4-es metró az a Kálvin téren találkozik a 3-as metróval, a 2-es metróval pedig csak a keleti pályaudvarnál találkozik a 4-es metró. Na de ez csak egy emellékes dolog. Szóval Rikári, elsősorban mondom neked, készítem ezt az anyagot, szóval arról van szó igazából, hogy azért tetszik, mert nem egyhangú. Tehát nem egy olyan ronda, fehér, piros ilyen gyakorlatilag, hát mondhatjuk azt a jelzőt is, hogy kórházi
színeket használtak, hanem azért van egy ilyen márványozott felület, ami egy kicsit úgy hasonlít a régi állomásra is, úgyhogy meg hát maga a mozgó lépcsőnél is optikailag jobb a hatás, ugyanis nagyon sokakat zavar az, hogy a mozgó lépcsőnél ugye ezek az oldal elemek azok gyakorlatilag a fölfele irány követik, tehát nincs ez a lépcsőzetesség, hanem aki például mélység vagy tériszonyos, az bizony komolyan elszédülhet egyébként. Közben azért megmutatom a bérletemet. Jön akkor. Tehát igazából a tervezésnél sokkal jobban odafigyeltek a DeFerenc téren arra, hogy néz ki az egész. Tehát, hogy haladunk fel, ugye most is ugye azon a mozgó lépcsőn tartózkodom, amin készítettem a videót múltkor, és hát szerintem látjátok, hogy mire gondolok. Ugye itt az oldal elemek ugye sokkal jobban követik azt, hogy tehát sokkal kevésbé zavaró az, hogy egy hosszú csőben mész tulajdonképpen fölfele, vagy illetve lefele. Tehát tulajdonképpen ugye azért már egy ilyen mélység is, ami mögöttem van, ez már sokakat zavar. Engem hál' Istennek nem még egyelőre, sőt hát az sem, ami előttem van. Úgyhogy éppen ezért egyszer feltétlenül szeretnék kijutni Moszkvába, hogy gyakorlatilag a világ leghosszabb mozgó lépcsőjével utazhassak, ami 124 méter. Tehát azért ez körülbelül ilyen 28 méter, ez a mozgó lépcső, cakri-pakri. Tehát az, ami mögöttem van, az körülbelül 25 méter. És szóval szebb. Tehát nézzétek meg, tehát itt eleve itt mögöttem ez a kép is sokkal impozánsabb, mint a többi állomások, tehát nem csak egy ilyen fehér-piros semmi van körülöttem, hanem azért tényleg az az érzésem van, hogy fú, ez egy metró állomás, és hát ezek a lámpák is nagyon jól néznek ki, tehát tényleg ezt elmondani nem tudom, mennyire jól néznek ki. Mindazonáltal ugye itt a Deák Ferenc téren a Control című filmből igen sok jelenetet forgattak, ugye konkrétan itt, ezen az állomáson is nem kevés jelenet forgott a Control című filmben, úgyhogy tulajdonképpen ez az oka annak, hogy ez a kedvenc állomásom, a kettes metró vonalán legalábbis, illetve hogy ez a kedvenc mozgó lépcsőm is. Mindazonáltal ezt szerintem sokan nem tudják, hogy alapvetően a Deák Ferenc téren lenne egyébként a leghosszabb mozgó lépcső, tehát az egy dolog, hogy a Széll Kálmán téren van Magyarország leghosszabb mozgó lépcsője, a maga 39 méterével, ami egyébként nem olyan vészesen sokán. Viszont a legmélyebb pontja a kettes metrónak az itt a Deák Ferenc téren található, és itt lenne a leghosszabb a mozgó lépcső, csak hogy itt vagyunk egy elég komoly aluljáró rendszerben, és ez igen sokat levesz a mozgó lépcső méretéből, hiszen itt ugye itt van a transfer, tehát ott tudtok átmenni a 3-as metróhoz, illetve a Kisföldaltihoz egyaránt, illetve hát itt tudtok gyakorlatilag ki is menni konkrétan az aluljáróból. Tehát tulajdonképpen, hogyha azt nézzük, ugye azokat a mozgó lépcsőket is még bőven hozzá lehetne adni ugye a hátam mögött található mozgó lépcsőhöz igazából, és már is hosszabb lenne a mozgó lépcső, mint a Széll Kálmán téren, mert mint ahogy említettem volt, ugye a legmélyebb pontja a kettes metrónak az itt a Deák Ferenc téren található, ezt szerintem kevesen tudják. Tehát igazából nem a mozgó lépcső hossza határozza meg a metróállomás mélységét, hanem az, hogy hát konkrétan ugye milyen mélyen van, hogy van-e aluljárórendszer, vagy nincs aluljárórendszer. Úgyhogy ennyi lett volna ez a rövid bejelentkezés, számos ember sikerült feldöknöm, számos ember nekem jött. Ugye még valahogy egyébként nekünk magyarodnak még ez a szelfizés, még a kamerázás azért mindig nem olyan természetes, mint mondjuk máshol, mindegy, nem érdekes. Úgyhogy nagyjából én azt mondom, hogy megválaszoltam a kérdésedet, Rikári, bízom benne, hogy eljut hozzád az üzenetem. Úgyhogy ennyi a lényege, sokkal szebb, sokkal részletgazdagabb az egész, és sokkal több inger éri az embert, ezáltal kevésbé zavaró szerintem legalábbis az, hogy tulajdonképpen egy hosszú csőben mész fölfele, valahány szögös, igazából nem tudom hány fokos szögben fölfele a felszín fele, ami korán sem a felszín még teljesen, nem ahhoz bizony még több mozgó lépcsőt is igénybe kell venni, úgyhogy ennyi lett volna ez a rövid bejelentkezés, nem a Deák Ferenc térről. Köszönöm a figyelmet, szia Rikári, hello, császtok!